Sok szeretettel üdvözlöm a kedves testvéreket újból. Most már jól lapva, kipihenve, kávét gondolom ittunk, vagy remélem, és remélem, hogy készek vagyunk figyelni az Isten igéjére. Hát ahogy a reggel is meg volt említve, nyissuk ki a Bibliáinkat a 118. Zsoltárnál, és az egész Zsoltárt egészében fogom felolvasni a ma délutáni alapige igére nézve. Tehát a 118. Zsoltárt az első verstől egészen a rész végéig a 29. versig. Kérem a testvéreket, hogy álljunk fel, így hallgassuk meg Isten igéjét, de mivel nagyon hosszú, viszonylag hosszú, ezért aki nem bírja az állást, az nyugodtan ülhet, és ülve végig hallgathatja, vagy figyelheti. Tehát 118. Zsoltár első versétől így hangzik az Isten igéje. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember, mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm is énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örvendjünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot, kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Imádkozzunk. Mindenható édesatyánk, mennek is fölnek teremtője, itt állunk előtted, mint a te gyülekezeted, a te néped, és hálát szeretnénk adni neked, Urunk, mert te jó vagy, és mert a te szereteted örökké tart. És köszönjük, Urunk, hogy ezt a szeretetet megtapasztalhattuk, köszönjük, hogy megérezhettük, köszönjük, Urunk, hogy részesei lehetünk a te szeretetednek. És köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban, a sarokkőben te megmutattad és kinyilvánítottad a te feltétel nélküli szeretetedet irántam és irántunk. Kérlek Istenünk arra, hogy most munkálkodj közöttünk, és kérünk arra, hogy a te lelked által a te igédet nyisd meg előttünk, adj üzenetet, adj vezetést. Nem tudom, hogy ki hogyan jött el ma, Uram, a te házadba, milyen szívvel, milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel. De azt tudom, Istenem, hogy te elégséges vagy nekünk. Azt tudom, Úr Jézus, hogyha te közel jössz hozzánk, hogyha te megérintesz minket, hogyha csak a ruhád szegélyét megérinthetjük, Urunk, akkor ott gyógyulás van, hiszen a te sebeidben van nekünk gyógyulásunk. Magasztalunk téged
Úr Jézus, ezért és azért, Uram, mert Te győztél a halál, a bűn felett, az ördög minden munkája felett. Dicsőség Neked érte, Úr Jézus. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Talán a hálaadó ünnepélyeknek az egyik mottója az ez a mondat a Bibliából. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Az igen nagyon sok helyen megemlíti, ha csak részlegesen is, tehát részlegesen vagy teljesen is ezt a mondatot, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Egy pár ilyen igehelyet hadd említsek meg a testvéreknek, és ezzel bátorítva arra mindenkit, hogy ahogy reggel is hallottuk, hálával áldozzunk az Úrnak, ami mit jelent? Vallást teszünk az ő nevéről, ami ajkunk gyümölcsei, ugye. Krónikák, 1 Krónikák 16.8-ban írja az ige részlegesen bátorít, hogy adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, és hirdessétek tetteit a népek között. Itt is látjuk, hogy kapcsolódik az ige a reggeli témához. Hirdessétek tetteit a népek között. Aztán ugyancsak ebben a részben 1 Krónikák 16.34 azt mondja, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Szinte szóról szóra ugyanazt mondja, amit mond ugye ebben a Zsoltárban is az első vers és az utolsó igevers. Aztán egy következő igevers, ami nagyon központi részt fog képezni a ma délutáni szolgálatból, a 2 Krónikák 20-21 a következőképpen mondja. Miután tanácskozott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart az ő szeretete. Itt hadd kérdezem meg a testvérektől azt, hogy ki tudja azt, hogy mi az az arcvonal. Elmondod, kérlek? Az első vonal, ahol a leghevesebb a harc. Így van. Tehát gyakorlatilag egy harc közben az első vonal, aki legelőször megütközik az ellenséggel. És ezt nagyon jól jegyezzük most meg, mert e köré ugye épül ennek a Zsoltárnak gyakorlatilag a mondani valója is. Tehát adjatok hálát az Úrnak az első vonalba a harcmezőn. Hát most a harcmezőn anno ugye történelemből tudjuk, hogy nem úgy voltak, mint ma. Tehát nem drónokat küldtek az első vonalba, nem rakétákat küldtek az első vonalba, hanem emberek mentek az első vonalba és adták az ő életüket azért, hogy a hadsereg előre tudjon vonulni. Most képzeljünk el ugye Izrael népét, első vonal, elhaladnak előttük az énekesek, és azt mondja, hogy adjál hálát az Úrnak. Mert örökké tart az Úrnak a szeretete. Vajon mit gondoltak ezek a katonák? Hát köszönöm szépen. Nem tudom, lesz-e még 5 percem, mielőtt itt elvérzek, és akkor ezért adjak hálát az Úrnak? Hogy engem küldtek az első vonalba, hogy vívjam meg a harcnak a nehéz oldalát. Ki jut az eszünkbe a harcnak az első vonalából, az arcvonalból? Ugye Dávid eset emlékszünk Becsabéval, úriás, ugye neki a férje. Hova küldte Dávid őt? Az első vonalba. Az első vonalba küldte, mert tudta, hogy ott vége lesz. Tudta, hogy ott meg fog halni. És kedves testvérek, egy ilyen kontextusba gondolkozzunk azon, amikor az ige bátorít minket arra, hogy adjunk hálát az Úrnak, mert az Úr jó, és mert az Úrnak a szeretete örökké tart. Hogy lehet, vagy hogyan lehetséges ilyen körülmények közt hálát adni az Úrnak, amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor az első sorba vagyunk a harcba? Márpedig, amikor hívőkké lettünk, akkor hova kerültünk a gonosz elleni harcba? Hát kedves testvérek, az első vonalba.
Ugye nem olyan régen volt nálunk is bemerítés, említettem ezt már, és ugye azokkal, akik frissen merítkeztek be, legalábbis egy részével, beszélgettünk arról, hogy ezután lesz a nehezebb része a dolgoknak. Eddig volt, ahogy volt. De ezután a harc kiéleződik. Ezután élesebb lesz. Ezután vérre megy. Miért? Mert egy új életet kaptunk. Mert gyakorlatilag nem egy új életet kaptunk, hanem életre keltünk, mert azt mondja az Isten ígéje, hogy addig a pontig, ameddig mi nem vagyunk az Úr, ameddig nem kaptunk új életet, addig mi a halálnak a fiai voltunk, tehát a halálba voltunk gyakorlatilag, de ezután már vérre megy a játék. Tehát ezután már nem mindegy az, hogy mit csinálok, nem mindegy az, hogy mit mondok, nem mindegy az, hogy hogyan viselkedek. Tehát ott vagyunk az első vonalban, ahol a harc a leghevesebb, a harc a legélesebb. És ebben a harcban nekünk hívőknek hálát kell adni, mert az Úr jó, és az ő szeretete örökké tart. Az egyik legpesszimistább nemzet sajnos az a magyar nemzet, ugye ez egy ilyen köztudott tény. Sok minden történt velünk a történelem folyamán, amiért szomorúak lehetünk. Más, hogyha csak az én életemet nézem, mint magyar, ugye én Aradon születtem, Aradon elég heves az ilyen, vagy volt, most nem tudom mennyire, de az én időmben, gyerekkoromban elég heves volt a magyar ellenesség. Most nem akarom fikázni a dolgokat, de volt olyan, hogy kaptunk, mert magyarul beszélgettünk a villamoson, meg más dolgok. De van, lenne miért pessimisták legyünk, meg van is oka. De nem csak mi vagyunk így, hanem általában az ember az ilyen. Tehát az életének csak a negatív, a rossz oldalát látja és erősíti fel. Figyeljük meg azt, hogy az emberek miért nem térnek meg, vagy miért nem akarnak megtérni. Azt mondják, hogy ha az Isten jó, és az Isten szeretete örökké tart, akkor miért van ennyi gonoszság a világban? Szokták ezt kérdezni? Én nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést. De jöjjünk egy kicsit közelebb. Azt mondjuk, hogy ha az Isten jó, és az Isten szeretete örökké tart, akkor miért történnek velem olyan sok rossz dolgok az életemben? Miért van annyi nehézség? Miért van annyi bánat, annyi szomorúság? Annyi probléma? Annyi megoldatlan szituáció, helyzet? Miért? Hogyha az Isten jó, és az Isten szeretete örökké tart. És itt beszélgettünk már a délután folyamán, hogy az Isten nem a testünket akarja megváltani. Nem azt akarja, hogy ez a test, ami a földi porsátor, ez majd a mennybe kerüljön. Erről beszél a Biblia? Így olvastuk a Bibliát? Nem. Hanem a lelkünket akarja megváltani. Mert amikor eljön az új teremtés, az új világ, amikor újra teremti az egészet az Isten, akkor írja az ige arról is, hogy egy új testet fogunk kapni. Kedves testvérek, nem ez a test számít az Istennek, hanem a lelkünk számít az Istennek, azt akarja megváltani. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az Isten jó, és az ő szeretete örökké tart. De mondtam azt, hogy a kontextus, amiről fogunk beszélgetni, az a 2 Korintusból lesz, amikor ott vagyunk a harcvonal elején, az arcvonalban, és tusakodásunk van önmagunkkal, tusakodásunk van az ördög munkáival, a sátánnal, a kísértésekkel. Na, ilyen helyzetekben, amikor lehet, hogy olyan bűnök kísértenek minket, amikkel már évek óta harcolunk, mit teszünk? És hogyan lehet ilyenkor hálás a szívünk? Hogyan lehet ilyenkor hálát mondani az Istennek? Hogyan lehet ilyenkor megelégedéssel élni? Hogyan lehet ilyenkor gyakorlatilag kitartani az Isten mellett? És amit ez a zsoltáros ír, ahogyan írja ez a zsoltáros, tehát a legelső dolog az az, hogy az Istentől kérünk segítséget. A zsidóknak az egyik problémájuk,
Az egyik úgymond bajuk Babilón és asszír fogság idején, vagy alatt, vagy még előtte, az az, hogy nem az Istentől kérték a segítséget. Figyeljük meg, hogy mit ír az Ézsaiás könyvének a 30. részében, az első 7 versben. Ézsaiás könyve, 30. rész, első verstől így hangzik. Jaj a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik tervet szőnnek, de nélkülem szerződés kötnek, de akaratom ellenére vétket vétekre halmozva, folyton Egyiptomba járnak, de engem nem kérdeznek meg. A fáraónál keresnek oltalmat és menedéket Egyiptom árnyékába, de majd szégyent vallotok a fáraó oltalmával, és pironkodni fogtok amiatt, hogy Egyiptom árnyékába menekültetek. Bár vezetői voltak már Coamban, és követei Hánészig jutottak. Mind szégyent vallanak azzal a haszontalan néppel. Nem segít és nem használ, sőt szégyent is, gyalázatot hoz. Fenyegető jövendőlés Dél-Behemótja ellen. A nyomorúság és elnyomás országába, ahol a nőstény és a hímoroszlán, a vipera és a repülő sárkány él. Oda viszik szamarak hátán vagyonukat, tevék púpján kincseiket a haszontalan népnek, Egyiptomnak, melynek segítsége üres hiába valóság. Ezért nevezem őt így, Ráháb, a tehetetlen. Figyeljük meg, hogy Izrael népe kitől kért segítséget? Egyiptomtól kért segítséget. És az egyik problémája a mai embernek, meg a mai hívő embernek is az, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor lehet tusakodásunk van, akár a sátánnal, akár a sátán munkáival, akár önmagunkkal, kísértésekkel, az az, hogy elmegyünk, és emberektől kérünk segítséget. Nem mint hogyha nem lenne szükség, és az Úr nem tudna nekünk segíteni emberek által, nem ezt mondom, hanem a mi bizodalmunkat valakibe vetjük, egy emberbe, aki majd azt mondjuk, hogy na majd, ha ő vele tudnák beszélni, vagy ha ő az életembe kerülne valamilyen módon, akkor az segítség lenne az én problémámra. És mit mond itt az Isten? Azt mondja, hogy nem. Én azt várom el az én népemtől, hogy elsősorban tőlem kérjen segítséget. Hogy az Istentől kérjünk segítséget. De miért könnyebb nekünk emberektől kérni segítséget? Egy pár dolgot hadd mondjak el arról, hogy miért szeretünk mi emberekben bízni, vagy emberektől kérni segítséget, még mielőtt elítéljük az izraelieket. Hát elsősorban abban reménykedünk, amikor az emberektől kérünk segítséget, hogy a segítség az gyorsan fog jönni. Ahogy kimondtam a számon, megterem. Nem? Átmegyünk a szomszédba, kérünk egy kiló cukrot, az ott van. Tudom, hogy neki van, tudom, hogy ő adni fog. Hát könnyebb átmenni a szomszédba kérni egy kiló cukrot, mint imádkozni egy kiló cukorért. Nem? Mert az ott van. Az már kéznél van. Könnyebb nekem és gyorsabb emberektől kérni segítséget. Aztán a másik dolog, hogy emberektől kérni segítséget nem követeli meg az én hitemet. Nem kell hozzá hit, hogy emberektől segítséget kapjak. Esetleg egy kis bátorság, hogy kérjek. Ugye? De nem kell hozzá hit. Nem kell hozzá főleg Istenben vetett hit, hogy kapja segítséget az emberektől. Elmegyek, segítséget kérek, remélem, hogy kapok. De amikor az Istentől kérek segítséget, akkor az hittel kell kérjem. Hogy ott van az Isten, elsősorban látja az én problémámat, nem csak, hogy látja az én problémámat, de képes segíteni. És a harmadik dolog, hogy türelmet is igényel, mert akkor fog segíteni, amikor ő akarja, nem akkor fog segíteni, amikor én akarom. És figyeljük meg, mikor emberektől kérünk segítséget, akkor kapjuk a segítséget, amikor úgy gondoljuk, hogy szükségünk van rá. Viszont a segítség az Úrtól akkor jön, amikor az Úr gondolja azt, hogy na most segíteni fogok. Ott van példának Jób. Jóbot kikéri a sátán, mindent elveszít,
mindenét elveszíti, még az egészségét is, a családját is, a vagyonát is, de nem tagadja meg az Urat. Kéri a segítséget, de nem tagadja meg az Urat. Ott vannak a barátai, próbálják megvizsgálni az életét, hogy jobb, hát milyen bűn van az életedben, de még mindig kitart. És aztán megszólal az Isten a forgószélből, a viharból. És amikor az Isten megszólal a viharból, akkor azt mondja Jobnak, hogy most én kérdezlek tégedet. Most én kérdezlek téged, hol voltál, amikor alapot vetettem a földnek? Válaszolj erre, és akkor igazat adok neked. Hol voltál akkor? Hogyan történtek ezek a dolgok? És amikor az Isten kérdez, akkor az ember elhallgat, mert nem nagyon tudunk rá válaszolni. És nagyon sokszor félünk az Istentől segítséget kérni, mert félünk attól, hogy olyat fog tőlünk kérni, vagy kérdezni, amivel talán sakmattot ad. Kérünk valamit az Istentől, és megkérdi, de miért kell neked ez? Miért van neked erre szükséged? Hát nem elég neked az én kegyelmem? Hát nem elég neked az üdvösség? Miért van neked erre szükséged? És félünk kérni az Istentől, mert esetleg megvizsgálná azt, hogy az, amit kérünk, az mire kell. És hogyha az Úr megvizsgálja azt, hogy mire kell, akkor talán még az is kitűnik, hogy az valami öncélú dolog. Valami olyasmi, aminek nem sok köze van a kegyelemhez, nem sok köze van az Isten munkájához. Aztán még egy dolgot hadd említsek, hogy miért kérünk segítséget inkább emberektől, és nem az Istentől. Hát ugye az embereknek vissza tudjuk fizetni az adósságot. Figyeljük meg! Átmegyünk a szomszédba, kérünk 10 000 forintot kölcsön, megkapjuk, ugye? Mert gyors és hatékony segítségkérés. Következő hónapban, amikor megjön a fizetés vagy nyugdíj, visszaadjuk, visszaszolgáltatjuk. Az adósság le van tudva, mindenki mehet az útjára, mindenki élheti tovább az életét. De mi van akkor, amikor az Istentől kérünk 10 000 forintot, és az Isten megadja? Hogyan fizetem vissza az Istennek a 10 000 forintot? Sehogy. Nem tudom. Tehát amikor segítséget kérek az Istentől, és az Isten segít, az Isten megszabadít, akkor gyakorlatilag örökre elköteleződtem az Isten felé. Azt nem tudom visszafizetni. Azt nem tudom visszaadni. Azt nem tudom ledolgozni. És ezért az emberek félnek kérni segítséget az Istentől, mert hogyha megkapják, akkor örökre el lesznek köteleződve az Isten irányába, az Isten felé. Ezért nagyon sokan félnek az üdvösségtől, félnek attól, hogy az ő bűneiket rendezzék az Istennel, mert ha megtörténik, akkor örökre elköteleződés történik az Isten felé. Amit nem lehet megfizetni, nem lehet kifizetni, nem lehet ledolgozni. Mert nem azért énekelünk, nem azért dicsőítünk, nem azért szolgálunk, ugye a reggel szó volt a szolgálatról, hogy visszafizessük az Istennek azt az üdvösséget, vagy azt az árat, amibe került az üdvösség, amiben részesültünk. Nem azért tesszük. Azért tesszük, mert szeretjük az Istent. Mert tudjuk azt, hogy nem tudjuk visszafizetni. Ugye szoktam ezt a példát hozni a Jézus Krisztus áldozatára, hogy ez pont olyan, mintha Magyarországnak lenne egy nagy adóssága. Van is. De ha még nagyobb lenne. És akkor azt mondanám én Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy itt van 10 000 forint, fizess ki az adósságot. Elég lenne? Nem lenne elég. De hogyha az IMF, vagy nem tudom, akinek adósságunk van, jönne és azt mondaná, hogy figyelj, én annyi pénzt nyomtatok, hogy kifizetem az adósságodat. Elég lenne? Elég lenne. Tehát az, akinek tartozunk, az képes kifizetni az adósságot. És pont ugyanúgy vagyunk a bűnnel is. Nem vagyunk képesek ezért kifizetni a mi adósságunkat? Nem, egyszerűen nem vagyunk képesek. Mert nem egy életöltő nem elég ahhoz, hogy ezt leroljuk. Hanem szükség
szükséges volt annak, akinél az élet van, hogy kifizesse ezt az adósságot. Tehát az Istennek nem tudjuk visszafizetni az adósságot, ezért nagyon nehezen szánjuk rá magunkat, hogy tőle kérjünk segítséget. Pedig azt mondja az Isten igéje, hogy tőlem kérjetek, hogy az Istentől kérjünk segítséget minden élethelyzetben. Ugye ez a Zsoltár írja is nagyon sok helyen. Azt mondja, hogy jobb az Úrnál, 9. vers, és 8. is, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Tehát jobb az nekünk, hogyha az Istentől kérünk segítséget, mert az Istentől megkapjuk biztosan a mi segítségünket. És még akkor is, hogyha lehet, nem tudjuk visszafizetni, még akkor is, hogyha lehet, türelmet igényel, hogy akkor kapjuk, amikor az Isten akarja, nem akkor, amikor én akarom, még akkor is sokkal jobb, hogyha az Istenhez folyamodunk segítségért, mint emberekhez. Miért jobb, ha az Istenhez folyamodunk segítségért, mint emberekhez? És egy pár gondolatot hadd mondjak el erről is. Hát az első dolog az az, hogy az Isten ígérete szerint, ugye 6. és 7. vers ebből az ige szakaszból, azt mondja, velem van az Úr, nem félek ember, mit árthat nekem, velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Tehát az első dolog, amikor segítséget kérek az Istentől, az az, hogy az Isten biztosít arról, hogy ő velem van, és ő velem lesz. Ő nem olyan, mint az emberek, akik, hogyha velem vannak esetleg, és egy nagyobb ellenséget látnak, mint ahogy ők felmérték a saját erejüket, akkor azt mondják, hogy hát bocs, de ez nem fog menni. És akkor megfordulnak és ott hagynak. Az iskolában szokták ezt, én hát elég rossz gyerek voltam a suliba, és mindig mondták nekem, hogy vigyázz, mert mindig lesz valaki, aki erősebb lesz, mint te. És ez így van. Hogyha emberekben bízunk, mindig lesz valaki, aki erősebb, mint az, akiben esetleg én bíztam. De az Istennel ez nem így történik. Mert az Isten, az ugye, az az Isten. Az a leghatalmasabb. Nála hatalmasabb nincs, hiszen ő teremtette ezt az egész világegyetemet. Aztán miért jobb az Istennél keresni oltalmat? Hát azért ugye 13. 14. vers azt mondja, durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem, erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Tehát két dolgot látunk itt, az az, hogy az Úr megsegít, és az Úr meg is szabadít. Tehát elsősorban velem van az Úr, hogyha tőle kérek segítséget, meg is hallgat, megsegít, és meg is szabadít. Aztán a következő dolog, amit ír itt az ige, 15. és 16. vers, azt mondja, hogy újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Ezt figyeljük meg, kedves testvérek, hogy mit ír itt az ige. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, miért? Mert még hogyha én azt nem is látom, még hogyha nem is tudok róla, de az Úr már munkálkodik. Az Úr már a háttérben dolgozik. Előkészíti a terepet, felkészíti az embereket, a szíveket, a helyzetet, az élethelyzetet előkészíti. Hányszor voltunk úgy az életünkben, hogy benne voltunk egy szituációban, és a végén azt láttuk, hogy hát az Úr tényleg munkálkodott a háttérbe. Nem is gondoltam volna, de az Úr hatalmasan munkálkodott a háttérbe. Tehát kedves testvérek, sokkal jobb az Úrtól kérni segítséget, menedéket, mert tudjuk azt, hogy ő munkálkodik a háttérbe. És olyan dolgokról is tudomása van, ami nekem talán eszembe se juthat. És eszembe se jut. Sokszor jártunk így az életünkbe, én is. És egy példát hadd mondjak, személyes példát a saját életünkből. Kicsi korunkban, ugye Aradon laktunk, forradalom után volt, és nem tudom itt, hogy volt a forradalom után, de ott elég ilyen kizsigerelően viselkedtek az emberrel, a munkaadók.
És hát nagyon sokszor volt úgy, hogy apukám nem kapott fizetést úgy egy-két hónapig. Mert hát most nem volt, hogy adjanak neki pénzt. És persze ilyenkor a család húzza a rövidebbet. És emlékszem, hogy volt egy eset, hogy annyi pénz volt a családban, hogy egy villamos jegyet lehetett belőle venni. És ott voltunk vasárnap délután, és akkor apukám, ugye, neki döntenie kellett. Most vagy kenyeret vesz, hogy a család egyen, vagy ebből a pénzből elvesz egy villamosért, és elmegy a gyülekezetbe. És jól döntött apukám. Nem kenyeret vett. És lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát de miért nem? Azért nem, mert az első az Isten. És az, aki Istentől kér segítséget, az kap. És aki Istennél keres menedéket, az kap. A történet vége az, hogy apukám elment a gyülekezetbe. És volt egy testvér, akinek voltak valami amerikai kapcsolatai, és kapott Amerikából $50. És azt írták a levélbe, vagy azt mondták neki, hogy annak adja, akinek jónak látja. És apukámnál landolt ez az $50. Hogyha akkor nem megy a gyülekezetbe, ha akkor nem dönt úgy, hogy ő megveszi azt a villamosjegyet, és inkább az Istent választja, akkor lehet, hogy lett volna kenyerünk aznap este, de másnap reggel már nem. De mivel az Istent választotta, és az Istentől kért segítséget, ezért az Isten meghallgatta. És lett egész hétre. Nem csak vasárnap estére. Dicsőség az Úrnak ezért. És kedves testvérek, mindenki, aki kér segítséget az Úrtól, kap. Mert az Úr a háttérben munkálkodik. És hogyha úgy vagyunk itt ma, hogy azt hiszük, hogy az emberek fognak rajtunk segíteni, az emberek fogják megoldani a helyzetünket, téves. Nem ők fogják megoldani, az Isten fogja megoldani. Ezért bátorítok mindenkit arra, hogy az Istennél kérjen segítséget. Mert aki az Istennél keresi az ő menedékét, az ő oltalmát, az megtalálja. De nem csak ez ebben a fizikai életben. Mert figyeljük meg, hogy ez a Zsoltár, ugye a 17. verstől arrafele, miről is akar beszélni a valóságban. Azt mondja, hogy 16-17-18. Vers. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Azt látjuk, hogy itt is kapcsolódik a délelőtti ugye, témához. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Kedves testvérem, kedves barátom, a legnagyobb dolog, amit adhat az Úr, az az, hogy életet ad. Nem csak, hogy gondoskodik rólunk, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk. Nem csak arról van szó, hogy jaj, most elmaradt egy fizetés, vagy tudom is, én mondhatnánk bármit. Hanem az Úr életet ad. Az, ami a legfontosabb az életemben, azt megadja. Amire a legnagyobb szükségem van, azt megadja, és ezt semmilyen ember és senki nem fogja tudni megadni vagy betölteni. Azt mondja itt az Isten ige, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak a tetteit. Hogyan adja meg az Isten ezt az életet? És nem háttérbe munkálkodva, hanem nyilvánvalóan, hogy mindenki meglássa. Nem tudom, hogyha figyeltek-e a testvérek, de ez az ige, ez a Zsoltár, ebbe a Zsoltárba három utalás is van az Új Szövetségre, három utalás is van Jézus Krisztusra. Figyeljük meg ezt a hármat. 22. vers. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, mi lett az? Az lett a sarokkő. Az lett a sarokkő. Az Új Szövetség is beszél Jézus Krisztusról, mint sarokkőről. Mi történik azzal, aki ráesik erre a sarokkőre? Igen, és mi történik azzal, akire ráesik ez a sarokkő? Azt is szétzúzza. És figyeljük meg, kedves testvérek, hogy hogyan írja az Isten ígéje, mit mond erről a sarokkőről.
bocsánat. Azt mondja az Ézsaiás könyvének a 28. részében a 16. vers. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul. Szilárd követ, drága sarok követ alapul. Aki hisz, és most ez érdekes mondat, az nem menekül el. Nem inkább azt kellett volna írja itt az iga, hogy aki hisz, az megmenekül? Úgy valahogy jobban jön, hogyha azt mondom, hogy aki hisz, az megmenekül. Mert ugye a teológiánkban ez van, hogy hitáltal üdvösség, nyilván ez igaz, de valahogy úgy jönne, hogy csak úgy kimondjuk, hogy és aki hisz, az megmenekül. Sokszor, amikor gyorsan olvasom ezt az igét, akkor ez jön ki a számon, hogy és aki hisz, az megmenekül. De nem, azt mondja, hogy aki hisz, az nem menekül el. Mitől nem menekül el, testvérek? Mitől nem menekül el? A sarokkőtől. Mert akire ez a sarokkő ráesik, az szétzúzza. Aki ezzel találkozik, és nem hisz, az belehal. Viszont aki ezzel a sarokkővel találkozik, és hisz, azzal mi történik? Az életet kap. Az életet kap, ahogy írja itt az ige, nem halok meg, hanem élek. Máté 21, 42, 44 ugyancsak erről a körről beszél, amit már említettem. Megkérdezted Jézus, tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkbe, ugye még egy ige, amire utal ez a Zsoltár. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét, és aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Kedves testvérek, Jézus Krisztusról beszél, mint sarokkőről, hogy aki nem hisz benne, az ugye, az elpusztul, annak nem lesz élete, viszont aki hisz, annak életet ad. Aztán itt van egy következő ige, ami Jézus Krisztusra utal, ami ugyancsak a Máté evangéliumában megtalálható. 23. vers, az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt. Aztán egy következő, ugye, utalás Jézus Krisztusra. Az a 26. vers azt mondja, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Hol olvassuk ezt az igét? Mikor olvassuk ezt az igét? Virágvasárnapról, pontosan. Virágvasárnapkor. Hogyan jelenik meg Jézus Krisztus számunkra virágvasárnap ünnepén vagy napján? Nem mint sarokkő, hanem mint király, mint uralkodó. Kedves testvérek, olyan drasztikus és meredek megfogalmazásokat használ itt az ige. Sarokkő, ha nem hiszel benne, meghalsz. Viszont ha hiszel benne, érsz. Király. Ezekről nem nagyon szoktunk beszélni az Úr Jézusról, mint sarokkő, meg mint király. Pedig a jelenések könyvébe, kedves testvérek, úgy van leírva Jézus Krisztus, mint király, mint hadvezér, mint uralkodó, mint olyan, aki eltiporja és eltapossa az ő ellenségeit. Figyeljük meg, jelenések könyve, 19. rész, 13. verstől így hangzik. És véráztatta ruhába volt töltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovokon, tiszta fehér gyorsba öltözve, szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a minden, mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva. Királyok királya és uraknak az ura. Kedves testvérem, azért kérünk segítséget az Istentől, mert ő a királyoknak a királya, ő az uraknak az ura, aki életet ad.
És mindenki, aki eltér ettől, mindenki, aki azt mondja, hogy nem, mert én emberben fogok bízni, nem, mert én az Egyiptomnak a szekereiben fogok bízni, a harci kocsiaiban fogok bízni, én majd bízni fogok az államban, hogy megad nekem minden szükségest, én bízni fogok a munkahelyemben, én bízni fogok a családomban, az mindenki el fog pusztulni. Tudom, hogy drasztikus, tudom, hogy meredek, tudom, hogy nem ezt akarjuk hallani hálaadó ünnepékor, hogy bízz az Isten jóságában és az ő örök szeretetében, ami megnyilvánult Jézus Krisztusban, mint sarokkőben és mint királyban. Mert inkább azt hallanánk, hogy milyen jó az Isten, hogy megadott nekünk mindent, amire szükségünk van. Hát megadott, kedves testvérem, csak valaki nagy árat fizetett érte. És az nem én voltam, és nem te voltál. Az Jézus Krisztus volt ez a sarokkő. Jézus Krisztus volt a királyok királya, az uraknak ura. Mert ő volt elégséges áldozat azért, amit te tettél, azért, amit én tettem, azért, amit néztünk, amit mondtunk, amit cselekedtünk, ahogyan viselkedtünk. Mindenért Jézus fizette meg az árat. Az a kérdés, a hálaadó ünnepélyen, hiszel-e Jézusban, mint sarokkőben, mint királyban, mint uralkodóban? Hiszel-e Jézusban, mint messiásban, mint megváltódban? Vagy nem hiszel? Az ige tisztán beszél, hogy aki nem hisz, azt ez a sarokkő szétzúzza. Viszont aki hisz, annak életet ad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Kedves testvérem, hogyan harcolj az első vonalban, az arcvonalban, amikor a sátán támad? Hát úgy, hogy tudod azt, hogy te a királyok királyának, az uraknak urának az oldalán harcolsz, úgy, hogy tudod azt, hogy ő már győzött a Golgotán, a győztes oldalon állsz. Elmondok egy történetet még, és ezzel befejezem, hogy csak lássuk azt, hogy mennyire győztes ez az oldal. Láttam egy bizonyságtevést egy New York-i sátánista papról, aki megtért egy utcai dicsőítés közben. Egy csoport dicsőített kint az utcán, egy hívő csoport, akik pont azért mentek ki, hogy énekeljenek és evangelizáljanak egy sátánista, egy New York-i sátánista templom mellett. És ahogy megtörtént ugye az ottani, úgymond Isten tisztelet, jött ki a pap az ő csapatával, és azt mondta, hogy most fogunk nekik menni. És nem tudtak. És a bizonyságtevésében mondta ez az ember, hogy valami visszatartotta őket. Valamiért nem tudták őket, de itt most fizikai bántalmazásról volt szó, nem tudták őket megtámadni. Miért? Mert ők a győztes oldalon álltak már. És elkezdtek ezzel a pappal beszélgetni, megtért, megújult, és amiután megtért, utána mondta el ezeket, hogy tisztán, vagy lehetett érezni, látni azt, hogy ők a győztes oldalon állnak, mi pedig a vesztes oldalon. És ez hozta ki belőle a megtérést. Kedves testvérem, ha élni akarsz, akkor higgy. A döntés a te kezedben van. Az Isten fölszólít minket, hogy válaszd a jót, válaszd az igazságot, válaszd az életet. Azt mondja az Isten igéje, eléd adtam. Micsodát? Így van, te pedig válaszd az életet. Kedves testvéreim, válasszuk Jézus Krisztust, válasszuk az Istent, aki jó, akinek a szeretete örökké tart. Amen.